Birs, szilva, alma, barack, de tökből és céklából készült kisüstiket, ágyaspálinkát, likőröket is lehetett kóstolni a versenyen. A látogatókat roskadásig megrakott pálinkás és kocsonyás standok várták, valamint házi termékeket, húskészítményeket, péksüteményeket, mézet is kínáltak a családi gazdaságok. Fantasztikus ez a rendezvény, több éve már részt veszek rajta, és általában végig szoktam egy jó pár pálinkát kóstolni, mindegyik nagyon finom. 93 arany, 115 ezüst és 146 bronzérmet osztottak ki az ünnepélyes díjátadón. A legjobb bácskos útfalvi pálinkát Varga János főzte almából, aki még édesapjától tanulta a mesterséget, de csak hobbiból foglalkozik pálinka főzéssel. Az idén nem lett szilva, és azért vettem, hogy hívják ott almát, és ez most így, de soha, és se szilvával, semmivel én még ilyenben nem vettem részt. És most meglepődtem, mondom, úgy beszéltek rá, és büszke vagyok, hogy ez így sült el. A rendezvényt Juhász Attila, szerbiai mezőgazdasági államtitkár nyitotta meg. Elmondta, az élelmiszerbiztonságról szóló törvénymódosítás következtében a családi gazdaságok meg tudják termelni, fel tudják dolgozni és értékesíteni is tudják termékeiket, így a szeszes italokat is. Növekedett továbbá a házi termékeket előállítók számára szánt támogatás is. A 2019-es évi költségvetésben ez a 7 milliárd dinárral nagyobb költségvetés pont az ilyen vidékfejlesztési intézkedések, az agrárpolitika vidékfejlesztésre vonatkozó intézkedéseiben nyilvánulnak meg, melyek a pályázók számára, a gazdák számára, a családi gazdaságok számára 50%-os visszanemtérítendő támogatást biztosít. Itt gondolok a felszerelésre, a berendezésre, a mechanizációra. A fesztivál győztes párlatok a temerini Lukács Roland Birs, a debreceni bíró István Balázs Cseresznye és a bácskosútfalvi Mrvegy Antó szőlőpálinkája lett. A Kocsonya Fesztiválra 23 versenymunka érkezett. A hagyományos sertésből készült kocsonyákon kívül olyan különlegességeket is kóstolhattak a vendégek, mint például a különböző borokkal ízesített és akár kecskesajttal is különlegesített kocsonyák. A rendezvény szervezői a Riesling Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesülete és az Ady Endre Művelődési Központ.